Szevasztok, Peti vagyok, és az Ava Group média csatornát nézitek. A mai nap, esti 22 Lacika által feltett egy kérdésre fogok választ adni, méghozzá arra, hogy egy akupak esetén hogy lehet kiszámolni, hogy egy adott amperóra mellett, és hogyha tudod, hogy hány wattot fogyaszt a készüléked, akkor az mennyi ideig tud futni az akupakról, illetve fordítva van egy adott mennyiségű fogyasztód, akkor milyen akupak van ahhoz szükség. A kérdés amúgy egyébként onnan indult, hogy a Lacika vett egy új akupakkot a kamionhoz, és hát meg kell, hogy mondjam, amikor megláttam, hogy mit vásárolt, még én magam is nedves lettem, pedig higgyétek el, valamennyire értek hozzá. Itt a legjobb alkalom, hogy sikítsatok a Lacikánál, hogy mutassa be az új akupakját, amiből összesen kettő van Magyarországon, de ez is hazugság, hisz egy van Magyarországon, egy pedig a Lacinál van úton. Ez egy rövid rész lesz, ne várunk sokáig, vágjunk bele és nézzük meg, hogy hogy megy ez a számolás. Először is le kell szögezni, hogy minden áramfogyasztónak, tehát például egy tápnak, és ugyanúgy az akkumulátoroknak is van egy bizonyos hatásfoka. Az akkumulátorok hatásfoka úgy ökölszabály szerint kb. 80-85%-nál van, tehát hogyha igazán pontosan akarnánk fog, ezzel a dologgal foglalkozni, akkor még ezt a 20% hatásfok vesz is hozzá kellene számolni az egészhez. A példa kedvéért tételezzük föl, hogy autótokból, kamionotokból szeretnétek egy laptopot üzemelni. Ugye ehhez a laptophoz vásároltatok egy tápot, amit a 12 voltos dugajba be tudtok dugni autóban vagy kamionban, és ugye az egyik vége a kamion szivargyújtójába van bedugva, a másik kábel pedig direkt a laptopba. Ezen a fekete dobozon van egy felirat, ami azt írja, hogy 12 volt mellett 120 watt áramot tud leadni a laptopotoknak nekünk először erre a 120 watt számra van szükségünk, hisz ezt a laptopot egy órán át szeretnétek üzemeltetni, akkor az 120 watt óra áramot igényel. Na most a következő lépés az, hogy ebből megkapjuk az amper órát, az pedig az, hogy ezt az összeget el kell osztani a felhasznált volt, tehát feszültség számmal. Ugye könnyű számolást választottam, a 120-at, ha elosztjuk a 12 voltal, amiről üzemeltetjük a tápot, akkor tudjuk, hogy 10 amper órára van szükségünk, hogy ez a laptop egy órán át tudjon működni. És ugyanígy összetudott számolni, hogyha teljesen van a környezetedbe egy, még egy hűtőd, egy ventilátorod, egy laptopod, egy külsős Winchestered, és annak kell 240 watt, csak mondtam valamit, az már egyből azt jelenti, hogy 20 amper órára van szükséged, hogy egy órán át működjenek ezek az eszközök. És nyilván, hogyha több órán keresztül szeretnéd használni, ezeket az eszközeidet, akkor simán ezt az egy óra alatt felhasznált watt összeget kell megszorozni annyi órával, amennyivel szeretnéd, tehát egy 40 amperórás akupak 4 órán keresztül tudja üzemeltetni azt a laptopot, amihez 120 watt áram kell. Ha mindezt megfordítjuk, és azt mondjuk, hogy egy akkumulátorból, ami 40 amperórás, 12 volt felhasználása esetén, ugye 40 szer 12, tehát 480 wattot tudsz kivenni egy órán keresztül. És mi van akkor, hogyha viszont nincsen ráírva a tápra, hogy hány watt áramot fogyaszt, csak azt látjátok rajta, hogy ugye 12 volt a bemenet, és a laptop fele 19 voltot ad mondjuk 4-5 amperrel. Ilyenkor össze kell szorozni a kettőt, tehát a kimeneti feszültséget és a kimeneti áram Tehát, hogyha azt veszük, hogy mondjuk egy észer laptop általában 19 volttal működik, akkor az 19 5 tehát nagyjából 90-100 wattos az a táp. És mi van akkor, hogyha egy olyan akupakról van szó, amin van háztartási 230 voltos duga is, mert igenis létezik, akkor a számolás ugyanez, tehát a 230 voltal kell megszorozni a watt órát, tehát egy 40 amperórás akupak, az gyakorlatilag 9200 watt órát ad le. Persze, megint csak nem szabad elfelejteni, hogy ezek az akupakok nem 230 voltos feszültséggel működnek, tehát van bennük egy inverter. Az inverternek még egyszer van egy nagyjából 80%-os hatékonysága, és ugye, mint mondtam, az akkumulátornak is van 80%-os hatékonysága, tehát az egész elméleti számot. Meg kell szorozni egyszer 0,8-al és még egyszer 0,8-al ahhoz, hogy megkapjátok az igazságot. Tehát valójában így lesz a 9200 watt órás akupakból, valójában csak épp hogy 5900 watt óra, hisz ha beleszámoljuk a veszteségeket, akkor messze- messze elmaradunk az elméleti értékektől. Remélem, hogy tetszett ez a videó, és iratkozzatok fel a csatornára, sikítsatok Lacikánál, hogy mutassa be az új akupakját, és ne felejtsétek el, hogy legközelebb is jövünk valami érdekfeszítő információval. És mielőtt elfelejteném, kérlek írjátok meg kommentben, hogy hogy tetszett most a hang minősége, miután a feleségemtől kaptam egy kiváló mikrofont, és végre ezáltal módunkban áll megtanulni az Adobe Audition nevű hangszerkesztő programot, még mindig állítgatom, próbálom finomítani a hangbeállítást, de én személy szerint úgy érzem, hogy már közel vagyok. Létszéves mondjátok meg, hogy nektek mi a véleményetek, szerúztok.